hatalmas energiát jelent egy szeretkezés, pozitív értelemben, ha jól működik. Az egymásra hangolódás, a gyöngétség, a romantika, mind az az összekötő kapocs és energia, amitől elmélyülhet egy férfi és egy nő egymás iránti bizalom. Az egy bizalmi kérdés mindkét ember részéről. Ennek az ellentétje pedig, ami ma folyik, kérem szépen. Biztos ma már mindenki a könyökén jön ki az Emberi Játszmák című mű, ami Magyarországon is megjelen. Kapcsolatok 90%-a játszmázás. És a kapcsolatok több mint 90%-a hatalmi harc. Nem szerelmi szeretet. Lehet, hogy az elején az ágyba így indult, de aztán a későbbiek során hatalmi harccá válik. Le akarja győzni a nő a férfit, a férfi a nőt. Az a legédesebb a dologban, drága hölgyeim, gyakran szokták nekem mondani, kedves tanítványok, mutass már egy férfit. Hát oké, de hogyha mindent megtesztek, hogy a pasi teljesen elbizonytalanodjon és az oroszlánból papucs legyen, akkor hogy lehetne férfit mutatni? Hát szisztematikusan látom, több mint 40 éve vagyok ezen a pályán. Elképesztő mennyiségű ember jött el hozzám, akár a szolgai tanácsadás szempontjából, akár egyéni terápia szempontjából. Nagyon-nagyon komoly merítéssel rendelkezik. Egy bizonyos idő után a nők jelentős része elkezdi legyőzni a férfit. Mert ezt látta az anyjától is. Az anyja meg a nagyanyjától. Én nem azt mondom, lehet, hogy ideje már, hogy visszakapjuk mi férfiak az elmúlt pár ezer évet, amit csináltunk veletek nőkkel. Lehet, hogy ennek most ez a visszarendeződése, ami ebben így billen vissza egyensúlyába. Mert én tisztában vagyok vele, hogy pár száz évvel ezelőtt még a nőt hívták Magyarországon asszonyi állatnak. Borzasztó, én elfogadom, hogy borzasztó, de sajnos így volt. Nyilván, mivel a nő fizikálisan gyengébb volt, egy falu lerohanásakkor meg lehetett előszakolni, a hajánál fogva lehetett húzni, sok mindent lehetett csinálni, borzasztó. Csak viszont most az a borzasztó, hogy szétzőlenek a családok, sőt, tovább megyek, lassan már nem lesz családmodell, lassan már angolszász országból kölcsönzünk szavakat, singly, meg feeling. Kérdés, hogy milyen feelingje van egy singlynek? Hogy milyen a singly feeling? Tehát az a nagy probléma ebben a kérdésben, hogy mi lesz a jövőben? Egy picit aggódom azért. Évente 30 000-rel fogy a magyar ember. 10 év alatt az 300 000 ember. Egy debreceni nagy város, aki hal 10 év alatt, ha nem történik valami. Egy másik aspektus, amit szeretnék felvetni. Én először meg voltam arról győződ, hogy mivel az oroszlánnak egotulburjánzása van, így a szűz és a rák, az alapvetően önbizalom hiányos. De mostanában azt látom, hogy már nem csak a szűz meg a rák, a magyar népesség 90%-a önbizalom hiány. Én már önbizalom hiányos nyilasokkal is találkozom, meg önbizalom hiányos kosokkal is. Pedig eredetileg asztrológiailag ez a két jel nem kellene, hogy önbizalom hiányos legyen, és én is találkozom ilyen. Tessék arra gondolni, hogy Charlie, hogy a Charlie Schlager szöveg szerzője, az valamit tud erről a dologról, ha azt mondja, hogy aki szép, az reggel is szép, még ha össze is gyűlte az ágy. Valamiért ez más Schlager lett. Tehát fel kell a nő az ágyból, azt mondja a pasi, de gyönyörű vagy. Mit nézel rajta? Hát nem látod, hogy milyen borzasztó vagy? És akkor elkezdheti sorolni, hogy figyelj, hát már semmi se jó. Már minden borzasztó. Már ezért kell énekelni már egy slágerénekesnek azt, hogy aki szép az, akkor is
is szép, hogyha összegyűlt az ágy. Az önbizalom hiányra az egyik legjobb gyógyír a szülők felelősségeként említeném meg, hogy a gyereküket egyfolytában energiával, szeretettel, biztatással, inspirációval és legfőképpen hittel erősítjük. Hiszek benned, fiam, hiszek benned, lányom, te nagyon jó vagy, fantasztikus vagy. Miért nem dicsérjük egymást? Azért a gyereke intővel, mit csinálunk? Valami biztos csináltál, azért írták be. Fel sem merül, hogy más tévedhetett, csak a gyerek tévedhetett. Aranyos a Popper Péter, most nem azt mondom, hogy ennek teljes mértékben így kell átmenni, de azért érdemes ezen elmondani. Azt mondja, hazajött a fia, ellenőrzőjében volt egy beírás, a gyerek rendetlenkedett az órán, ezért figyelmeztetésben részesített. Popper visszajött az ellenőrzőbe. A gyerek este nem ettem a sárgalékot, köszönöm. Az ellenőrző a tanár értesítése és a szülő értesítése. Értesítjük a tanár, nem ettem a sárgalékot. Mert ilyen kicsit érdemes ebbe belegondolni. Milyen iskola rendszer van ma? Az a tanár nem tart elég jó órát, és halálra unja magát a gyerek, hát ezt tudják, ez rendetlenkedni. Az a tanár dolga, hogy jó órát tartson, az én dolgom meg, hogy a gyerek meg egy a sárgalékba fűzdüljék. Ne keverjük össze a szerepeket, könyörg. Nem azt mondom, mert hogyha valami nagyon ordinári dolgot csinál a gyerek, nyilván azt ott is meg kell tanulni, viselkedni. Tehát nekem kötelességem úgy elengedni a gyereket, hogy valamilyen fajta pozitív mintát lásson, hogy illik viselkedni egy helyen. Na, de amikor már ilyen van, hogy rendetlenkedett az órán, vagy közbe kiabálásra zavar, hát könyörgöm. Erre én azt tudom mondani, hát akkor adni kell a gyereknek egy nagyon izgalmas témát, hogy itt az óra alatt dolgozzak, hiszen nagyon nagy baj, hogy még mindig nem keresztezte egymást az angol és a poroszos iskolarendszer. Mi még mindig poroszos iskolarendszerben gondolkozunk. Nincsenek közösségi feladatok. Itt valójában csak vizsgáztatás folyik. Lexikális tudás, tudod, nem tudod, kész. Hogy mit kezdesz a tudásoddal? Mert azt, hogy az emberek beleverik, most én azt mondom, jó azt tudni, persze, hogy mikor a Mohácsi vész, de ez a legfontos. Ha most ugye itt törünk már jócskán felnőttek, aki mondjuk középiskolát végz, emlékszik még a különböző, mondjuk, matematikai feladatok. Alkalmazza ezt mostanán másodfokú egyenlet megoldó képletre. Van ezzel még tó? Mert nekem azóta nincs, amióta lehetett. Nem foglalkoztam, hát esküszöm talán, hát általában a szorzás-osztás, ugye ráadásul mi asztrológusok most már a számítógép segítségével még annak idejénél a Dubravszky Laci bácsival még logar légzett, és tényleg még a szférikus trigonometriával dolgozgattunk, na de hát ma már nem kell. Hát ma már beütök három gombot, és akkor egyszer csak látom, hogy kilistázza nekem az összes direkcióját 35 éves korára. Ugye ez elképzelhetetlen. Hát a mai világban persze hozzátartozik, hogy ez a szerencsétlen Mohácsi vész mikor volt, de azért ez a legfontos. Nem kéne esetleg az iskolában egy picit megtanítani az embereket az életre? Felmerül bennem például olyan gondolat, hogy nem kéne esetleg a gimnazista fiatalokat egy kicsit megtanítani arra, hogy hogy működnek a nők és hogy működnek a férfiak. Hogy amikor kimegyünk az életbe, akkor nem ott kezdjünk el azon morfondírozni, most nem is a szexuális dologról beszélek. Egyszerűen csak a nőknek a viselkedéséről, vagy a férfiaknak a viselkedéséről. Tehát másképp viselkedni. Most nem az a kérdés, hogy az doktit hova dobja a pasi, amikor levesz. Az se jó,
hogyha valójában az ebédasztal alá. Na de mondjuk ehhez kellett volna egy anyuka, aki bizonyos alapvető kultúrára megnevel. Na de a későbbiek során, hogy nagyjából tudjuk, hogy mi egy nőnek az elvárás az életben, vagy mi egy pasinak az elvárás az életben. Itt van például a másik nagyon izgalmas kérdés, a szerepek. Év ezredeken keresztül a család fenntartó szerepét a férfi látta el. A nő pedig a ház tűzhelyére vigyázott. A ház melegét, a ház légkörét, hangulatát, a család összetartó erejét képviselte. Így volt az év ezredeken keresztül. Úgy tetszik gondolni, hogy 20 vagy 30 év alatt ez csak így meg lehet változtatni. Hát ezek archetipikus minták. Hát ez manapság nagyon gyakran hazamennek gyerekek, és nincs otthon senki. Esetleg egy levél. Fiam, tedd be a mikróba a tegnapi kaját, és megkisd meg. Ezzel én most nem könyörgöm. Senki fölött nem kritika. Nem pálcán törni akarok, elgondolkodtatni szeretnék. Szerettem volna egy görbetükröt mutatni, hogy miközben összehasonlítjuk az egyiknek az aszcendensét a másik napjával, az egyik holdját a másik Merkúriával, vagy éppen Vénuszával, eközben van a háttérben egy ilyen élethelyzet. Tehát sokszor azt mondhatom, hogy nem pusztán csak az a feladat, hogy a kos kijön-e a szűzzel, vagy a szűz a kossal, hanem ágyazzuk be ebbe a jelenlegi élethelyzetbe. Ott mit fog tudni csinálni? Mert valójában itt nyugodtan mondhatjuk, olyanok vagyunk, mint a kísérleti nyulak. Adva van egy helyzet, és annak kell az asztrológiát megfeleltetni. És ez a helyzet jelenleg most ilyen.